Sziasztok! Ma különleges Legót nézünk, méghozzá Lego Avatar készletet. És pontosabban ez a második filmből van, a Víz útjából. Megtetszettek ezek, úgyhogy onnan veszek egy-kettőt, már beleveszem a Dave sorozatba, forgatásba. Méghozzá ennek azt hiszem az a neve, hogy a Skywing Adventure, vagyis a Skywing Kaland, nem tudom, ez valami égi szány szó szerinti fordítás, nem tudom, hogy a filmben hogy hívták, mivel még nem láttam csak az elsőt. Úgyhogy ez jó régi, ez 2009-es, több mint 10 éves film, de mondjuk akkoriban nagyot ütött az Avatar egy, az tény, maga 3 óra hosszával. Ugye itt láthatunk egy ilyen vízi sárkányszerű lényt, egy ilyen kis koralt, és két navit, amiből az egyik ugye maga Jake Sully. Ott van a, ő a Jake Sully. Ő meg, na ő nem tudom ki, majd ha megnézem a filmet, akkor kiderül. Úgyhogy nézzük is meg ezt a készletet. Tényleg tiszt, nagyon jól néz ki, és tök megtetszett. Itt van az egyik kis ilyen kis koral szerűség. Hát ugye ez kihívás, hogy ilyen vízi jelenetes dolgokat csináljak a sorban, mert ugye az nagyon nem volt a Dave-ben még, sőt szerintem tényleg nem is volt semmi ilyen vízi kalantúra. Valahogy megpróbálom majd megoldani, vagy ilyen gagyi egyszerű változat, vagy szerzek egy akváriumot, azt valahogy úgy, nem tudom, még kitalálom. De meg akarom csinálni, mert érdekel ez a vízi téma. Na nézzük, itt van Jake Sully figuránk, aki ugye jóval magasabb, mint egy sima Lego figura. Ugye azért, mert itt a lábainál ugye egy plusz ilyen rész van. Úgyhogy tiszta jó. Kapott egy ilyen I-puskát. Mi jó nevű, ilyen farkuk van, mert ilyen valami macskaszerű lények voltak, ugye. Ugye aki látta az eredeti Avatar filmet, a 2009-est, azt tudja a háttérsztoriát, hogy ki az a Jake Sully. Na, de mindjárt ide teszek egy figurát, hogy így lássátok, hogy mekkora. Ó, itt van közelben az én, ami majd itt vendég szerepel. Tehát így látszik, hogy mekkora hozzá képest, egy fejjel magasabb. Úgyhogy tök jók ezek a figurák. Tényleg jól megcsinálták. Na, itt van a másik, ez a mi volt a neve? Tonovari nevezetű navi, vagy hát ugye fajtájúleg navik, és valami benszülött valamik, de milyen jó az a izé botja. Ő is kapott ilyen jó kis ilyen hajat. Jaj. Izét akartam leszedni a haját, hogy ezek ugye egy arcú figurák. Tehát legalábbis ebbe a készletbe egy arc, nem tudom, hogy a többi készletben van-e két arcú figurák, de ezek egy arcú figurák. Úgyhogy tényleg tök jól meg van csinálva így a mintázatuk rajta, tehát biztos ilyen a filmben is. Tényleg ez így tök gáz, hogy így nem láttam a filmet, aztán itt csinálom róla a videót, de még nem jutottam el odáig, hogy megnézzem, meg gondolom az is van, hogy 3 órás. Csak ennek egyedül tudom az elősztoriát, a Jake Sully-ét, mert az Avatar 1-et láttam. Na! De nézzük akkor meg ezt a szuper... Uha! Tényleg ugye múltkor eltörött az állvány, meg a hátvészes videó forgatása közben, úgyhogy ezt most akkor így kézi vezérlés. Ugye mint van ez a szuper nagy ilyen Skywing, égi szány, ami itt egy állványon van, és hát ugye ez ilyen víz alatti rész, amit mostanság 2023-ban ugye a Lego City is adott ki vízi készleteket, és ott ugye itt meg volt csinálva, hogy valami itt fogja a halat, tehát mint hogyha ugye itt úszna, tehát ugye ez egy víz alatti rész akar lenni lényegében, kis növényzet, kis hallal, és ugye ez a valami, hogy úszik, úgy érdekes, mert ilyen nem papír szárnya van, mint mondjuk valamelyik sárkánynak a Ninjago-ból, hanem ez ilyen műanyag. Ilyen nagyon könnyű műanyag.
Hát jó, most ezt így a videó nem adja át, de ugye ilyen szárnyai vannak mind a kettő. Illetve ez a lény, azt hiszem, ja igen, ki tudja nyitni a száját. És ugye a Navi itt föl tud rá kapaszkodni, ráadásul úgy, hogy ez a bigyó, ez a csáp, vagy nem is csáp, hanem mi ez, ami így összekapcsolódnak benne. Tehát ugye aki látta az Avatar egyet, annak idején tudja, hogy ugye ezek szimbiózisban éltek a lényekkel, és így mindegyik össze tudtak kapcsolódni. Tehát ezért volt az, hogy nem tépték meg egymást, vagy valami. Úgyhogy mindjárt ezt meg is nézzük. Úgy is volt, hogy itt van Jake Sully, aztán valahogy ez itt, ja igen, hogy így, ja de ezt így hogy mutogassam, hogy például itt, hogy így ide volt így állítva így, tehát így rajta, és akkor ez a bigyó, ez így valahogy ez így hozzákap, jaj, de ezt nem is látjátok, hogy ez a bigyó, ezt így valahogy most így hozzá kellett kapcsolni. De most így hirtelen tényleg nem tudom, hogy hogy, max a dobozán rajta van biztos. Ja, a hajá, ja tényleg itt van-e? Hogy a hajával kapcsolódik össze. Ja tényleg, mondom, már régen láttam a filmet is. Akkor 2009-ben. Na, így. Így a hajával össze van kapcsolva, és így szimbiózisba kerül a lénnyel. És így akkor mehetnek ott tuszikálni a víz alatt. Úgyhogy tényleg klasszak ezek az Avatar készletek. Érdekes Legónak ez a Avataros kiadásai. Még egy-kettőt tervezek megvenni. Amúgy van egy-kettő, ami mocskosul drága, de azt nem veszem meg, csak max az ilyen kisebbeket talán. Úgyhogy ennyi lett volna most ez a kis set bemutató. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videóm. Sziasztok!